15 millió búzaszem összeöntötték a somogyi gazdák búza adományát Balatonöszödön. Bölcsöde 28 férőhelyes, kétcsoportos bölcsödét épít Kaposváron a Református Egyházmegye. Balatoni nyelves, népszerű az év strandétele. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Összeöntötték a somogyi gazdák búza adományát Balatonöszödön a Magyarok Kenyere program keretében. Idén Somogyban 15 gyűjtőponton várták a felajánlásokat. A vármegyében közel 40 tonna gabona gyűlt össze, amelyet több mint 300 gazda adott össze. A gyűjtés augusztus végéig még folytatódik. A Mária napi búcsúval együtt tartották Balatonöszödön a vármegye búza összeöntési ünnepét. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével szervezték meg idén is a Magyarok Kenyere programot. Ez a program immár 13 éve Somogyban kitűnően működik. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 15 gyűjtőponton a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szervezésében a jószándékú somogyországi gazdák az aratást követően, az idejévben nem csak követően, hanem az aratás közben, hisz van itt olyan gazdatársunk, aki szíve szerint most is a kombájnon ülne, mert még lábon álló búzája van, összeadják a magyarok kenyeréhez azokat a búzaszemeket. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke beszédében köszönetét fejezte ki a somogyi termelőknek is. Mint kiemelte, ma már nem csak az anyaországba és a Kárpát-medencébe, hanem az egész diaszporában élő magyarsághoz eljut a Magyarok Kenyere program. A múlt esztendőben az asszály ellenére 1000 tonna gabona gyűlt össze, és ez azt jelenti, hogy 8000 adományozó gazda, 100 000 emberhez jutott el az adomány minimum, és 500 szervezet működött közre abban, hogy ezek az adományok célba érjenek. Vicma Mihály a térség országgyűlési képviselője a Magyarok Kenyere program összetartó erejéről beszélt köszöntőjében. A hitről, a szülőföld szeretetéről, az egymás megbecsüléséről, a mezőgazdaságról, ami nekünk Somogyban, egy agrármegyében oly nagyon fontos, a szülőföldhöz való kötődésről, a nemzeti összetartozásunkról egyaránt szól ez az ünnep. Somogyban idén eddig közel 40 tonna gabona gyűlt össze több mint 300 gazda felajánlásából. Ezeket jelképesen összeöntötték a somogyi gyűjtőpontok képviselői. A Magyarok Kenyere program számos családhoz, intézményhez jut el, ezzel is segítve, megkönnyítve a mindennapjaikat. Hátrányos helyzetű családok, illetve intézmények, ahol állami gondozottak, árva gyermekek nevelkednek fel, azoknak az ellátások sokkal olcsóbb, hogyha jó minőségű hazai, azaz somogyi búzából készült lisztelből készült ételeket fogyaszthatnak. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében Somogyban még augusztus végéig leadhatják a gazdák adományaikat. A vármegyében tavaly több mint 400 termelő felajánlásának köszönhetően több mint 48 tonna búza gyűlt össze. A Dráva sztárai védelmi szakaszon megszüntette a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság az árvízvédelmi készültséget. A Dráva szabolcsi szakaszon még elsőfokú védelmi készültség van érvényben, ahol kedd reggel 400 cm-en mérték a Dráva vízállását, írja a Sonline. A folyó 6 napon át áradt, több szakaszon megdőlt a korábban mért legmagasabb vízállása, azonban szerencsére Barcsnál nem volt történelmi árvíz, ahogyan arra előzetesen számítottak. A vízügyi szakemberek közel 90 kilométeres szakaszon védekeztek az áradás ellen a Dráván augusztus 6-ától kezdődően. Mint azt a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság közölte, a folyó augusztus 11-én elhúzódó tetőzéssel 586 cm-es vízállással Dráva-Szabolcsnál volt a legmagasabb. A tetőzés értéke 10 cm-rel maradt el az eddig valaha mért legnagyobb 1972-es vízállástól.
6 esetben 8 embert mentettek ki a tóból a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 15-én. A vízirendőrök kedden elsodródott gumimatracosokat, vízibicikliseket és száposokat, valamint egy veszteglő vitorlás utasait mentették kiszorult helyzetükből. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet a viharjelzési szabályok betartására, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet. Szabó Győzővel forgatott filmet a biztonságos szapozásról a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a CIG Pannonia csoport közreműködésével. A színész azért vállalta el a kisfilm főszerepét, mert a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának mentő mellé nagyköveteként fontosnak tartja felhívni az emberek figyelmét arra, hogy számos dolgot át kell gondolni, mielőtt deszkára szállunk. És evezés közben is észnél kell lennünk, ha pozitív élményekkel akarunk gazdagodni sportolás közben. Olvasható a VMS közleményében. Mint írják, egy kis filmben nem fér bele minden szempont, amit szapozás előtt és közben meg kell tennünk a biztonságunk érdekében, de az általános tanácsok segítségével nagyobb biztonságban lehet használni a deszkát a vízen. Felhívják a figyelmet arra, hogy váratlan helyzetek bárkivel megeshetnek, és a tragédia egy pillanat alatt megtörténik. 28 férőhelyes kétcsoportos bölcsödét épít Kaposváron a Református Egyházmegye. A több mint 360 négyzetméteres intézményt az Apácai Csere János utcában alakítják ki. A fenntartásánál pedig megújuló energiákat is használnak majd. A több mint 400 millió forintos állami támogatásból megvalósuló beruházást várhatóan jövő év végén adják át. Megújuló energiaforrások jelentős bevonásával fogjuk az épületet létrehozni. Ez azt jelenti, hogy az épület tetején egy 27 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül majd elhelyezésre, valamint az épület mellett a hatósági előírásoknak megfelelő számú parkolóhelyet fogunk majd létesíteni. Energiahatékony és környezetbarát bölcsödét épít a Kisgáti városrészen a Református Egyházmegye. Az ünnepélyes alapkőletételen Tapaszdi Tamás, a Kaposvári Református Gyülekezet főgondnoka elmondta, a bölcsöde nagy segítség azoknak a szülőknek, akiknek hivatásuk, életvitelük nem teszi lehetővé, hogy gyermeküket hosszabb ideig otthon neveljék. Nagy segítség azon szülőknek, akik hivatásuk, életvitelük nem teszi lehetővé apró gyermekük hosszabb idejű otthoni nevelését, így majd beírhatják intézményükbe gyermeküket. De lehetőség egyházközségünknek is, hogy bemutassuk keresztény értékeinket, ami alapján a szülők óvodánkat, iskolánkat választhatják gyermekük későbbi nevelésének helyszínéül. Megépülő bölcsödékkel segítünk városunk előtte megszóló vezetőinek is, hogy ezen a területen az elmúlt években felépült gyömörű házakba költöző fiatal családok megszületendő gyermekeinek lehetősége legyen a közeli intézmény látogatására, így a városnak ezzel a fejlesztésével is talán segítségére lehetünk. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta, egyre több dunántúli gyülekezetben működik bölcsöde és óvoda. Úgy tesszük le ezt az alapkövet, amely szinte kifejezi, szemlélteti a mai ige nagyon fontos üzenetét, hogy van jövő, akik a szabadító, megváltó szeretettel minket szerető Istenben bíznak, azok számára minden körülmények között van jövő, és ez az isteni jövő az, ami a földi élet minden percét megáldja, a földi élet minden percét tartalmassá, értelmessé és boldoggá teheti. Kaposvár mindig is támogatta a református gyülekezet törekvéseit, ezt már Szita Károly mondta. A település polgármestere kiemelte, a gyermekekben rejlik a jövő. Mi kaposváriak úgy tartjuk, hogy a legnagyobb érték a család és az ott szeretetben felnevelkedő gyermek. És ha belegondolnak, városunk is csak akkor lehet igazán sikeres, ha a családok erősek. Hiszen ha nincs gyermek, akkor nincs jövő. Jelenleg kétszer annyi helyen férnek el a bölcsödéskorú gyermekek, mint 13 évvel ezelőtt, ezt már a térség országgyűlési képviselője mondta. Háromszor több településen van ma bölcsődei ellátás, mint 13 esztendővel ezelőtt, és pontosan kétszer annyi férőhely van ma Magyarországon, konkrétan 35 ezerrel szemben 70 ezer bölcsödei férőhelyről tudunk. Szóval a bölcsödéket
nemhogy csak támogatjuk, hanem kötelezővé is tettük. Illetve szektorsemlegessé tettük. Kötelezővé tettük kisebb településeken is, ahol bizonyos számuk gyermek, illetve család igény esetén kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása. A bölcsőde építéséhez több mint 419 millió forint állami támogatást kapott a gyülekezet. A területet saját forrásból 66 millió forintból vásárolták meg. Az új intézményt várhatóan jövő év végén adják át. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Beloyannis Hajóért Alapítvány a Balatoni Hajózási ZRT-vel, hogy a felújítása után mielőbb újra utasokat szállíthasson a Beloyannis, írja a civil szervezetre hivatkozva az autosektor.hu. A megállapodás alapján a Beloyannis a Bahart menetrendszerinti hajójaként is fog üzemelni, amint elkészül. A cél, hogy a Beloyannis a restaurálási és energetikai felújítási munkálatok befejeztével újra fontos szereplője lehessen a Balaton kulturális és hajózási palettájának. A kormány magasabb ösztöndíjat és ingyenes étkezést biztosít a honvédelmi iskolákban. Az erről szóló kormányrendelet a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg. A kadétok a 9. évfolyam második felétől tanulmányi átlaguktól függően havi 16 és 67 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülnek majd. Az ösztöndíjak február 1-ig visszamenőlegesen módosulnak. A különbözetet egy összegben a módosítás kihirdetését követő 60. napig térítik meg a tanulóknak. A balatoni nyelves lett 2023-ban az év strandétele. A Balatoni Kör idén 9-szer hirdette meg az év strandétele versenyt. Erre 9 vendéglátóhely összesen 14 étellel nevezett. A legjobbnak a helyi termelőtől származó marha nyelvből készült és lepény kenyéren tálalt ínyenséget találták. Az elmúlt években a többi között olyan ételek nyerték az év strandétele versenyt, mint a kovjúbi leves, a pultponty vagy a répadog. Idén ebbe a sorba illeszkedik a balatoni nyelves is, amely itt Balatonalmádiban készül. Már is odalépek Bánfi Bencéhez, a Terasz Bistró séfjéhez, és tőle kérdezem, hogy mi is ez a balatoni nyelves? Balatoni nyelves egy lepénykenyér alapon készült étel, amire parajos krémsajtot teszünk, egy fokhagymás olivás paradicsomragút, és hát ugye a termelőtől vásárolt marhanyelvet, füstölt főtt marhanyelvet. És ugye lepényről is beszéljünk, hiszen ez házi készítésű, itt rögtön készülő lepény. Így van, ezt a lepénytésztát is mi magunk készítjük, minden esetben frissen sütve, és ugye arra tálaljuk rá ezeket az elemeket, amivel sikerült megnyernünk idén az év strandétele díjat. Hogyan állt össze az a sok elem, ami található ezen az ételen? Tehát miért éppen a lepény, és miért éppen a marha nyelv? A lepény szerintem azért, mert egy könnyen fogyasztható dologról beszélünk, a marha nyelv pedig egy kicsit extra rajta, úgymond, ugye az embereknek a köztudatában annyira nincs benne, viszont mi megpróbáltuk, hátha sikerül, úgy veszük észre, hogy sikerült is. Egyre közkedveltebb lett ez az étel. Hál' Istennek mondhatom azt. Ugye a krémsajt és a paradicsom az a könnyű elem rajta, amivel egy friss étel tudunk készíteni, egy könnyen fogyasztható, könnyen emészthető, ellenben helyi és friss alapanyagokból készítjük. Amíg készül az év strandétele, addig már fordulok is Nagy Gáborhoz, a Terasz Bistró társtulajdonosához. Honnét jött az ötlet, hogy ezzel a meglepő strandétellel induljon a Bistró az év strandétele versenyen? Azért egy-két estét áttörpöltünk a társtulajdonosommal, öcsém, illetve a Bencével. Ugye azért kritériumként bele kellett, hogy férjen a nevezésbe az, hogy igen, strandétel kategóriába beleférjünk, nem egy fine dining ételről beszélgetünk, egy, ahogy mondtam is már, Bence, egy könnyed étel, ami ezt megkoronázza, ez a füstölt főtt marhanyelv, és illetve a krém sajt, ami igazán lágyja és krémessé teszi ezt az ételt. Először indultak az év strandétele versenyén, és hát mondhatjuk azt, hogy 100%-os eddig a teljesítmény. Igen, hál' Isten, igyekeztünk, és úgy néz ki, hogy révbe is ért ez a történet. A zsűri abszolút
elnyerte tetszését, ahogy néztük. És hát reméljük, hogy a vendégeinknek is elnyeri, bár azt gondolom, hogy most már azért abszolút pozitív visszaigazolások vannak a vendégeink részéről. Akkor népszerű lett a marhanyelv, mint strandétel? Azt gondolom, igen. És reméljük, ezt tovább tudjuk még folytatni. Az ötletelés folytatódik akár jövőre egy másik fajta különlegességgel, hogyha strandételről van szó? Azt gondolom, hogy igen. Szóval, hogyha most ott voltunk és elhoztuk ezt a történetet, mindenképp jövőre is ott kell, hogy legyünk és neveznünk el. És remélhetőleg sikerrel. Bánfi Bencének és Nagy Gábornak nagyon szépen köszönöm. Itt Balatonalmádiban, a Veselényi strandon a következő hetekben még megkóstolható a balatoni nyelves, az idei év strandétele. 15 millió búzaszem összeöntötték a somogyi gazdák búza adományát Balatonöszödön. Bölcsöde 28 férőhelyes, kétcsoportos bölcsödét épít Kaposváron a Református Egyházmegye. Balatoni nyelves, népszerű az év strandétele. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára és YouTube csatornájára kattintva is. Ennyi fért ma esti híradónkba, ha tehetik, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!